A 7 és 14 év közötti gyerekek több napon keresztül festettek, rajzoltak, két csoportra osztva. A téma a ló volt. A szervezőknek azért esett a választása erre a nemes állatra, mert a gyerekek többségéhez közel áll. Ábrázolása sokrétű, ezért rajzolása közben nem csak a kézügyességük fejlődik. A rajzolás ezen kívül kihat a gondolkodásukra is. Nyugtató hatása van, ezért az érzelmi egyensúlyra is jó hatással van. Milyen rajzot készítettek itt a téli foglalkozáson? Mesélj egy kicsit róla, te milyen rajzot rajzoltál? Lovakat csináltunk, meg kartonbusz, csináltunk ma ilyen lovakat, meg lehet olyanokat még csinálni, lefessük, és utána pátikával rajzolunk rá. Hogy sikerült a rajzot, hogy érzed? Megmutatod, idehozod? Ez nagyon szép. Hogy készült? Milyen technikával? Hogy festetted? Ezt elmagyarázod? Barna festéke, utána kicsit megszáradt, és utána olyan hegyes pátikával lebírtuk kaparni. A tábor helyszínét a Magyar Kanizsai Dobótihamér képtár biztosította. Ezek a foglalkozások kiváló alkalmak arra, hogy a gyerekek egy olyan környezetben legyenek, ahol az alkotás játszik szerepet, és ennek köszönhetően mindig remek művek születnek. A szervezők télen és nyáron készítenek programokat a gyerekeknek éppen azért, hogy a ráérő idejüket hasznosan töltsék el. Ez ilyen háromnapos tábor volt, és három fő technikát használtunk, ugye rajzos technikát, festészeti technikát, és szobrászkodtunk itt a harmadik nap, amit most látnak. Próbáljuk úgy a gyerekeknek közelebb hozni a művészeteket úgy általában. Mit lát, mennyire kreatívak a gyermekek? Hát szerintem ők mindig kreatívak, meg nincs olyan, aki ne lenne ilyen téren szabad és kreatív, főleg ebbe a korosztályba. Most egy nem szabadon választott téma van, de keretek között miért pont ezeket a témákat választották, és mik ezek? Hát a ló volt a fő téma, mivel hogy az mindig egy kihívás ugye lerajzolni, megalkotni, főleg hogyha mozgásban van. Így megpróbáltam leegyszerűsíteni nekik, és adni egy alapot, amire utána ők építhetnek, és amiből utána ők bírják fölépíteni ugye a saját lovukat. Milyen technikával készült? Hát első nap rajztechnikával dolgoztunk, ceruzával, második nap olajpasztellal és kombinált technikával, és most harmadik nap kartonnal és gipszal dolgoztunk. Fontos az egyáltalán, hogy a gyermekeket így szinten lefoglalják különböző aktivitásokkal, akár a téli szünetben, vagy ez teljesen mellékes? Hát ez mindig hasznos időtöltés, mivel hogy rengeteg mindent fejleszt, a gondolkodási módot, az érzelmek feldolgozását, a logikát, magát a folyamatot, hogy eljussunk egy feladat megoldásához, és persze a finom motorikát is fejleszti. Itt főleg 7-8 éves gyermekekről van szó. Hogyan értékelni az alkotásokat? Hát ebbe a csoportba igen, két csoportra osztottuk. Itten a fiatalabbak vannak, 7-8 évesek, és van egy nagyobb csoport, ahol egészen 13 éves korig vannak gyerekek. Úgy gondolom, hogy ez tehát nem függ a kortól végül is. Tehát ez mindig fejlesztő, mindig jó foglalkozni vele, akár fölnőtt korban is, tehát fölér egy meditációval. Molnár Emese is részt vett a foglalkozáson. A programon játékosan és szórakoztatóan sajátíthatja el a rajzolás fortéjait. Először graffitceruzával húznak vonalakat, később pedig kiszínezik a kézformákat. Már néhány éve télen és nyáron készítünk programokat a gyerekeknek, éppen azért, hogy a ráérő idejüket hasznosan töltsék el a gyerekek, és hiszem azt, hogy most ez a párnapos rajztábor alatt tanultak is, és jókedvűen mennek hozzá a gyerekek, nagyon szép alkotásokat készítettek.
A tábor egy olyan feladatot adott a gyermekek kezébe, amit sikeresen teljesítettek, képzelő erejük által pedig egyedi alkotások születtek, amelyek kreativitásokat jellemzik.